A koronavírus járvány idején prognosztizált gazdasági kilábalási elképzelések idealizáltak voltak. Sem az U, sem a gyorsabb V alakú gazdaságélénkülés nem következett be, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Ma nincs, amit mondtam, olyan elemző, vagy aki azt mondja, hogy itt pozitív számok lesznek ebben az évben. A legrosszabb az van 5-7%, illetve van egy, most már az Magyar Nemzeti Bank által kibocsájtott elemzés, mi szerint 0,3 csökkenés, és ez a legpozitívabb. Tolna megye gazdaságában is érzékelhető a hatás. Elsősorban az idegenforgalom és a vendéglátás területét érintette, legsúlyosabban a vírus veszély. Bár a friss adatok enyhe javulást mutatnak, az prognosztizálható, hogy veszteséggel zárják az évet a vállalkozások. Fischer Sándor arról is szólt, olyan rendelkezés formálódik a szakképzés területén, mely hátrányos lesz a képzéseket végző vállalkozók számára. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy vállalkozó összesen 12 hallgatót taníthat, gyakorlati részről van itt szó. Ez nagyon nagy gondot fog okozni, mert több mint 100 tanulónak, gyereknek nem lesz helye, hol gyakorlatot tanuljon. Az iparkamara elnöke azt mondja, minden lehetséges fórumon tiltakoznak az elképzelés bevezetése ellen, ám egyelőre nem jártak sikerrel. Megítélése szerint, ha nem változik a koncepció, az hosszabb távon negatív hatással lesz a gazdaság egészére.